Sziasztok! Hamarosan közeledik a nyár, éppen ezért egy fantasztikus kukoricás levest hoztam ma nektek, mert jönnek a csöves kukoricák, amiket így lehet falni, de a kukoricának nagyon sok története van ám, főleg ha ételre gondolok, úgyhogy ma egy fantasztikus mexikói ihletésű kukoricakrémlevest hoztam egy elképesztően jó avokádó szalszával. Nézzük, hogyan készül. A levesünkbe friss vagy konzervkukoricát is használhatunk, fokhagymát, némi kis olívaolajat, édeshagymát használjunk hozzá, én most fehérhagymát használok, ebbe is megy a jalapeño paprika, sót, alaplevet és azt a jó fajta zsíros kókusztejet fogom hozzá használni. Semmi más dolgunk nincs, mint mindet beleönteni az Artmix üstjébe, a 18 perces főzési programot kiválasztani, és a fantasztikus levest megvárni, míg elkészül. Az avokádó szalszához egy avokádóra, kaliforniai paprikára, némi kis olívaolajra, sóra, borsra, hagymára, korianderre, lime-ra és jalapeño paprikára van szükségünk. Akkor a megfelelő mennyiségeket előkészítettük, csak összekeverjük, és hagyjuk állni, amíg az Artmix elkészíti a levesünket. Amíg a leves elkészült, én összeállítottam a szalszát. Most összekeverem, lekóstolom, és tálalok. Látjátok ezeket a színeket? Én érzem hozzá az illatokat is, igazi nyári, de akár most is elkészíthető fogás. A rabjai lesztek, és én mondom, mivel turbózom még fel ezt a levest, némi vegán kolbászmorzsát fogok rászórni. De csak a végén. Hogy itt-ott a füstös paprika ízt érezzük meg. Csodálatos lesz, higgyétek el. Tartalmas, isteni finom, ízekben gazdag, jó étvágyat kívánok hozzá. Sziasztok!